Különleges összművészeti színházi előadásban lehetett része annak, aki az Annó Művészeti Hét keretében a Legyek a lábnyom című előadást választotta csütörtökön. Rengeteg sztereotípiával találkoznak a mindennapokban a fogyatékossággal élők, nem képeznek kivételt ez alól a vakok és látássérültek sem. Érzékenyítő előadásra és ezt követően beszélgetésre hívta a gyermekeket és a felnőtteket az Aranyszamár Színház és a Szarkaláb Banda, hogy betekintést nyerhessenek a színdarabban szereplő vakművészek életébe, és kicsit közelebb hozza a közönség számára a látókétól sokszor korán sem annyira eltérő érzéseiket, nehézségeiket, élethelyzeteiket. Olyan történeteket vettünk alapul, amik az ők történeteik. El is hangoznak az előadás során, és azok köré kerestünk szövegeket, és kerestünk verseket. Miután ők egy zenekar, a Szarkaláb Banda, ezért volt már alapanyaguk, amihez nyúlhattunk, és Szabó Balást kértük meg, hogy részben zeneileg hangszerelje át, illetve hangszerelje meg, és készítsen új zenei anyagokat is. Az Aranyszamár Színházat a kerületiek leginkább gyermekelőadásai kapcsán ismerhetik. Azonban a társulat vezetője, érsek Csanádi Gyöngyi azt vallja, a báb előadások és maga a bábművészet is túlmutat azon, hogy csak a legkisebbeknek szóljon. Érzékenyítő előadásuk is 7 éves kortól minden korosztály számára ajánlott. Sokszor találkoztam olyan felvetéssel, hogy a bábszínház, mint olyan, az csak a gyerekeknek szól. És ez is célom, hogy az Aranyszamár Színház nyisson, mert a bábszínház az nem korosztályfüggő, ugyanúgy, mint az elfogadás sem. Az is minden kit, az egész társadalmat megszólítja. Színes, dallamos, érzelmes. Ha három szóban kellene összefoglalni azt, mire számítson a néző, mikor ezt a darabot választja, nem is lehetne ezt jobban megfogalmazni. A szereplőkkel készült riportunkat, melyben nem csak az előadással kapcsolatos érzéseiket osztják meg, Alkotókész című műsorunkban tekinthetik meg.